as a player, I feel I'm really a fighter on the court. I am passionate about handball, and I feel very, very happy playing. Én azt gondolom, hogy én is egy nagy harcosnak érzem magamat, és mindig is a munkában hittem, és tudom azt, hogy az esetleges hiányosságokat a sok-sok munkával tudom kárpótolni, úgyhogy világéletemben ebben hittem. So I can define myself as a person as a really enthusiastic one. I really enjoy life and I like to have very happy moments. Én azt gondolom, hogy Mittler Anna pályán kívül egy családcentrikus ember, de nagyon szeretek viccelődni, szeretek a barátaimmal lenni, nagyon szeretem a zenét és kikapcsolni teljesen már ami a sportot illeti, tehát ha pályán kívül vagyok, akkor ezt ki is zárom egy picit az életemből, és mióta apuka lettem, nyilván a gyerekek a legfontosabbak. Actually, my only dream was to become a professional handball player, because in Brazil everything is amateur, so this was my big dream. Ha a gyerekkori álmaimat kéne felsorolnom a kézlabdával kapcsolatban, akkor nem biztos, hogy azt tudnám mondani, hogy válogatott szerettem volna lenni, vagy nagyon nagy csapatokban játszani, hanem eljártam edzésre, próbáltam élvezni, próbáltam rengeteget tanulni, dolgoztam, és végül is, ha nem is az álmokból, de a sok-sok munkából elértem oda, ami egy álomszerű karrier lett. I can use one word, I think it's unique. I think for a Brazilian player to get so far, I think that from the beginning I was very ambitious on what I wanted and what I dream of. And I can say that it's better than I expected, so I'm really satisfied with my career. Elégedettnek kéne lennem, de mivel egy olyan beállítottságú ember vagyok, aki sosem elégedett, ezért mindig próbálom a hibákat, illetve az elszalasztott lehetőségeket átgondolni, és reménykedni abban, hogy a sok munka mellett majd jönnek a plusz dolgok. Úgyhogy elégedett lehetnék, és nyilván az is vagyok, de mindig többet és többet szeretnék. No, wait, we can do more. Never satisfied. On the court, I think my big aim, or I just want to finish my career in a very happy mood, where I really enjoy handball all the time, on and out of the court. And maybe for my future, I think that one of my dreams is to be a mom, so I hope I can achieve that. And I really also wish to work with handball, so that in the future I can maybe give a little bit back of my experience to handball. A pályán úgy látom a jövőmet, hogy még azért jó néhány évig szeretnék a kapuban állni, és rengeteg komoly mérkőzésen védeni. A pályán kívül ez egy jó kérdés, sokat gondolkodtam már rajta, hogy kötődnék még a kézlabdához, vagy teljesen a kézlabdán kívüli életemet indítanám el. Ez még képlékeny, ez még nincsen döntve. I believe that he is a very powerful goalkeeper. I think that when you see him on the court, you can see that he brings all the team on fire. So I really enjoy to watch him play. Nagyon tisztelem azt, amit ő elért a pályán, és azt gondolom, hogy ha az ő játékát nézem, az állandó mosoly, és az a tényleg az az erő, amit a pályán képvisel, szerintem minden játékos társát és a nézőket is, és engem is a tévé előtt visz magával, úgyhogy lelkalappal tényleg ez egy rettentő jó tulajdonság. So I would say wall, because he's closing the goals, of course. He has a lot of courage, you can see this on the field. Well, I already say powerful, so maybe I'll say focus. You can see that he is right there in the moment that the match is needed. And outside the field, I can say father and DJ.
Fú, az első mosoly. Szerintem ez nála egy nagyon nagy jellegzetes dolog. A második szó, amit tudnék mondani én is, az a fal, amit a védekezésben a kapus elé, hiszen azért nekem fontos a védőfal, és ő egy nagyon stabil ember. Én szerintem egy igazi csapatkapitány típus egy vezér, harcosnak is mondanám, és az ötödik szó pedig az ambiciózus, ami nyilván azt jelenti, hogy többet és többet akar, és napról napra tesz is érte. Úgyhogy szerintem ez az öt szó mindenképpen jellemzi őt. Thank you. So it is, I was really grateful when I got the invitation for a partnership with Hummel, because in Brazil they don't give the value for handball, so it's a little bit difficult to find partners and sponsorships during your career. And being in Hungary as a Brazilian, it's I don't know how to say, but normally a sponsor would not choose some foreigner to. So I'm really grateful that Hummel chose me, and I think so far we are doing a great partnership, and that's the word. I feel really grateful. Az én együttműködésem a Hummellel már több mint 10 évre tehető, és nagyon nagy tiszteletben tartom, hogy engem választott egyik arcának a Hummel, és ilyen hosszú időt együtt tölthettünk, és én nagyon bízom benne, hogy ez az együttműködés még hosszú távon folytatódhat, és mindenképpen nagy köszönet érte. My selection with Hummel is really great. I think once you show the t-shirt to your mom and she say I want one, that means that this is perfect job. So I really like it, and I think that this is my face. So I really enjoying to make this collection right now. Az első és legfontosabb, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy én lehetek az egyik saját kollekcióval rendelkező arca a Hummelnek. És emellett nagyon jó érzés volt az, hogy minden egyes kis részletet együtt kitaláltunk, és bele márthattam egy kicsit a kezemet akár a festékbe, akár a képi világba. Szerintem jó lett a végeredmény, és nagyon bízom benne, hogy sokaknak tetszeni fog. Akiknek a családban megmutattam, odaig voltak érte, azt mondták, hogy mindenkinek kell, úgyhogy én is csak ezt tudom mondani. Ha a családnak tetszik, akkor biztos, hogy sokaknak tetszeni fog. I really like this collection. When I was choosing the products, I think somehow they really show who I am. So I have comfortable clothes. I have clothes where I go to the street and I'm going to feel very cool. And I think it's really my face, and I really hope that people enjoy it also. For sure my family will buy all of them. So I really hope that this collection will be a success. Szerintem a logó választás az egy igazán fontos dolog ebben az esetben, hiszen onnantól kezdve az vagy te. És az, hogy ebbe tényleg bele tudtam kicsit mászni, és hozzá tudtam tenni, így azt gondolom, hogy magamból is tudok adni ezen a logón keresztül, és az, hogy maga a válogatás, vagy az a kollekció fiatalos legyen, és mindenkinek tetszen, ez egy nagyon nehéz dolog, de én igyekeztem a saját stílusomat belevinni, és bízok benne, hogy ez a fiatalosabb vonal, ez az irány, ez sokaknak tetszeni fog. Nekem nagyon tetszik, és már alig várom, hogy hordhassam. I have this logo long time, so it's really nice that now it can be also in my collection. So it's 18, which is my number. E from Eduardo and A from Amorim. So I think it was a good opportunity also to show a little bit for my logo, which I had so long. So I feel that this logo is very special for the collection. I believe the persons are the size of their dreams. So if you just accommodate and you think that, well, this is where I get, this is what you believe it will happen. So I think I'm a really example that everything is possible. I come from handball,
which is a country with no handball, which no tradition in handball. And day by day, I just dream bigger and bigger dreams, and I was able to achieve many of them. So this is something of my slogan, to dream big, because if you don't do it, for sure you don't reach it. Ez a három szó azt gondolom, hogy meghatározta az életemet, hiszen gyerekkoromban a nevelőedzőnk ezt a három szót vert a fejünkbe. A fegyelemre tanított minket, a figyelemre, és a legfontosabb szerintem az alázatra, ami nélkül nem lehet sportolni, nem lehet csapatban gondolkodni, úgy egyáltalán sportolni sem, de csapaton belül nagyon fontos, hogy alázatos legyél. És innentől kezdve ez a három szó, ami meghatározza az életemet, és egy olyan utat mutatott nekem, és egy olyan tanítás volt, ami szerintem nem is, amit szerintem nem is nagyon kell megmagyarázni. I feel that for women especially it's very cool to put a little bit makeup to feel a little bit more outside the court, a little bit more beautiful. So I really enjoy this day. I think it's very nice to have some different pictures than inside the court. So I'm really waiting for the result. Nagyon jól éreztem magamat, bár azért hozzá kell tennem, hogy a komfortzónámon azért kiesik egy ilyen fotózás, vagy ez a világ, de hát hozzátartozik az életünkhöz néha, hogy ilyen eseményeken is részt kell venni, és azért ilyenkor az ember kicsit ki tudja magából adni azt, ami benne van, elnézős, belenézünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, tehát ez egy tök jó dolog, nem vagyunk profik, nyilván profik vagyunk a pályán, itt nem vagyunk profik, ezért nagyon sok segítséget kapunk a stábtól, amit ezennek köszönünk is nekik, és tényleg nagyon profi a kis stábunk itt, és köszönjük ezt a napot. So it was really nice to share this collection with you, and I hope that you have a great season. First, I hope that we can play in a normal way again. So I wish you a very successful year and without injuries, which is the most important. And of course that you can be happy on the field and outside also. Thank you. Nagyon örülök, hogy ezt a napot így a társaságokban tölthettem, hiszen azért így nem találkoztunk még sokszor. És nagyon büszke vagyok rá, hogy veled együtt lehet egy ilyen saját kollekcióm, ez tényleg nagyon, nagyon jó dolog. Ami a pályát illeti, én is sérülésmentes szezont kívánok neked, és tudom, hogy a válaszod az volt, hogy ha lehetne, akkor nem nyernél több bajnokok ligáját, de azt kívánom, hogy nyerjél még bajnokok ligáját, és a nagy álom az olimpiai bajnoki cím is legyen meg. A pályán kívül pedig hát a szép kis kutyádat, a kis családodat ápold nyilván, és hát tudom, hogy babát szeretnétek majd, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen!